A vidék felzárkóztatását szeretné elérni a párciumi Bihardi Jószeg önkormányzata azzal a programmal, amelynek során 25 szegénységben élő helyi lakosnak indítottak saját vállalkozást. Mindehhez a Romániai Vállalkozásokért Egyesület nyújtott támogatást. Hát jégkás a gép, nyárra teraszra fagyasztó. Rézműves Ildikó Orsolya azokat a konyhai gépeket és berendezéseket mutatja, melyeket a hamarosan megnyíló kis vendéglőjébe vásárolt. Korábban szakácsként dolgozott egy nagyváradi étteremben. Akkor döntötte el, ha lehetősége lesz, saját vállalkozást indít. Létrehozom ezt a tevékenységet, ezt az aktivitációt, mert hogy Diószegen ez hiányos, elsősorban hiányos, és második sorban mindenféleképpen szerettem volna, hogyha ez egy roma közösségben jön létre, mivel nálunk lehetőség ilyesmire nincsen. Ez lesz majd a konyha, ez pedig a vendégfogadó, ahol két pincér segíti majd a szakács tulajdonost. Ezt így föl szoktuk rakni. Megfogjuk ezt a pisztolyt, és ezt így kifújjuk. Egy utcával arrébb betonkerítéseket készít Orosz Sándor és családja. Elsőként a helyi gyülekezet kerítésének elkészítésére gyűjtöttek adományokat. Azt követően gondoltak arra, hogy saját vállalkozást nyitnak. Mentem az elnök úrhoz, és kértem a segítségét. Mondtam, elnök úr, megkérem nagyon szépen, hogyha tudna nekünk adni egy kis segítséget, olyan értelemben, hogy ne talán itt a mező közel, hogyha tárolhatnánk egy kis anyagot, vagy egy kis emeszt-amaszt, és akkor ő felajánlta nekem ezt, hogy hát hiszen most indul itten egy olyan pályázat, amiből lehet úgy munkálkodni, hogyha sikerül nektek megnyerni ezt a pályázatot. Ezt az autószerelő műhelyt pedig a közelmúltban nyitotta meg a többgyermekes Varga Sándor István, szintén pályázati pénzből. Karbantartói állását hagyta ott azért, hogy többet lehessen a családjával és otthon dolgozhasson. A 25 ezer euróból megvette a legfontosabb eszközöket, berendezéseket. Én ezt eddig is csináltam, ezelőtt is csináltam, hobbi szinten, de inkább ott hagytam a munkahelyemet. Mondtam, van három fiam, és túl sok időt elvett mind a kettő. Úgyhogy megpróbáljuk úgy csinálni, hogy csak egyet, de az teljes gőzzel. A pályázat meg ennyi felszerelést, ami itten van, megvenni gépeket nem tudnám megoldani. Esetleg banki hitellel. A több mint 2 millió eurós sikeres pályázat során a vállalkozások egyenként 25 ezer eurót kaptak, amiből elindulhatnak. Öröm azt látni, hogy ezek a vállalkozások egyre jobban működnek. Igény van azokra a kis ipari munkákra, amit ők gyakorlatilag végeznek nap mint nap, és sok sikert kívánunk nekik a jövőben. A pályázat végére több mint 60 új munkahelyet hoznak létre a községben. Nem csak támogatást nyújtunk egy vállalkozás létrehozásában, hanem folyamatos mentoring programmal és vállalkozásfejlesztési képzéssel segítjük őket abban, hogy találják meg azt a potenciált akár magukban, akár a térségben, hogy hogyan tudják ezeket a vállalkozásokat beindítani és sikerre vinni. A vállalkozók tevékenységét mind az önkormányzat, mind a Romániai Vállalkozásokért Egyesület nyomon követi, és hasznos tanácsokkal, segítséggel látják el őket a jövőben is.